Gergő, azt mondta az Inner Slot, hogy március 31-én lesz, most március 31-e van. Hát nézd meg itt, a március 31-ig egy nem fogadott hívásom is van, Jesus. Hol a map, Gergő? Rettenetes mennyiségű kommentet kapok idegesen, hogy hol van már a mapom, Gergő. Szóval, ahhoz, hogy ezt megértsük, nézd meg ezt a videót. A világon nem mindenütt ugyanannyi az idő. Mai tip Gergőtől, oskola helyett. Szóval, attól, mert Magyarországon 13:09 van, a világ más részén van, hogy hajnal 4. Hogy hol van hajnal 4? A PST szerint, a Pacific Standard Time szerint hajnal 4 van. Hol dolgoznak az Among Us fejlesztői? Valószínűleg olyan országban, ahol a PST szerint mérik az időt. Hogyha kicsit utána néznek az emberek, rájöhetnek, például itt az Among Us Inner Slotnak a hivatalos Discord szerverén, amúgy, ha te még nem léptél be a Jágerek Discord szerverén, akkor gyere. Szóval, az Among Us hivatalos szerverén is le van írva, hogy ugye mikáó lesz a map, és leírták, hogy nincsen pontos idő, de körülbelül a munkaidő szerint napközben fogják kirakni Pacific Standard Time szerint. Mi is az a Pacific Standard Time? Easy peasy! Egy Google kereséssel ki tudjátok deríteni, hogy a zöld hátteremen van itt egy rés, de mi Pacific-et mond? A Pacific Standard Time 4:10 hajnalban, ami még nagyon nem working hours. Mit jelent az, hogy working hours? 8-tól 16 óráig, úgyhogy valószínűleg a mai napon, március 31-én PST idő szerint 8 és 16 óra között jön ki. Tehát, ha például sajnos elhúzzák délután 4-ig, tehát számoljunk együtt, ha a PST szerint délután 4, akkor az magyar idő szerint 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tehát hajnal 1 óra is lehet. Nagyon remélem, hogy nem, és nagyon remélem, hogy PST szerint délután fogják kirakni, ami azt jelenti, hogy nálunk este lesz. És hogy ezt miért mondom el egy tel videóban, mert szeretnénk a srácokkal egy közös élőadást csinálni az első gameplayünkről. Ezt a videót csak azért csinálom, mert a mai nap a komment szekcióm, az üzeneteim, az e-mailem is minden azzal van tele, hogy Mikael lesz már új pálya. Srácok, rengeteg információ megtalálható amúgy a mapről, amiket én is megosztottam Instagramon, Facebookon, ha ti még nem követtek, mindenféleképpen kövessetek. Be, és készüljetek, mert pöccintünk is egy tutidust, ahogy kijön a játék élőadásban, mindannyian inni fogunk egy tutidzsúszt, remélem te is velünk fogsz rápöccinteni a tutidzsúszra, hogy végre kipróbálhassuk azt a játéknak, azt a fejlesztését, amire hónapok óta várunk, mert rongyosra játszottuk már az előző három pályát. Tele lesz újdonságokkal, ugye számomra nagyon-nagyon kedves is lesz, mert én kijátszottam a Henry Stickmint, és imádtam veletek együtt, úgyhogy végre ott leszünk az Airshipen, jön ki 13 féle új sapka, 3 skin és 1 különleges kill animáció, ezt meg lehet majd vásárolni, de természetesen jár majd ingyen sapka is egy szívecske a frissítés mellé, úgyhogy még egyszer. Srácok, nem sokára jön, reméljük hamarosan, az biztos, hogy március 31-én napközben a PST időszámítás szerint. Úgyhogy ne feledjétek, maradjatok itt a csatornán, ha te még nem iratkoztál ide felhozzám, akkor mindenféleképpen tedd meg, napi királyságos videókért minden egyes nap 18:00-kor, oh boy, a csörgő leesett. Srácok, ne feledjétek el, este találkozunk élőadásba, hogyha velem szeretnél tartani, még egyszer csatlakozz hozzánk. Te vagy a legjobb, ha tetszett neked ez a videó, akkor veres egy óriási lájkot, ha nem, akkor nyugodtan egy diszlájkot ezzel jelezvén. És este biztosan találkozunk egy élőadásban, ma 31-én, ha ezt akkor nézed. Te vagy a legjobb, és a tutti juice egy ember. Sziasztok!